Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymalekvár konyhájában. Ebben a videóban egy Raffaello torta elkészítését mutatom meg nektek, amit sütinyalókával díszítettem. A torta is és a sütinyalókák is cukor- és fehérlisztmentesek. Két szempontot kellett figyelemben tartanom, az egyik az, hogy Raffaello ízű legyen, a másik pedig, hogy valamilyen módon sütinyalóka is kapcsolódjon a tortához, ezt ebben a formában oldottam meg. Megvágva sajnos nem tudom megmutatni, mert ajándékba készült, nekem újabban nagyon könnyű dolgom van, ha valakinek ajándékot kell vinni, akkor nem kérdés, hogy mi lesz az az ajándék. Az alaphozzávalói 100 g szeletelt mandula, amit mielőtt ledarálunk érdemes egy száraz serpenyőben picit átpirítani, 60 g kókuszreszelék, 60 g vaj és 15 g négyszeres erőségű édesítő vagy ízlés szerint. Ezen kívül egy 20 cm-re állított tortakarikára van szükség, vagy esetleg csatos tortaformára kinek mi van, én az alját sütőpapírral, az oldalát pedig acetát fóliával béleltem ki, de sütőpapírt is lehet használni az oldalára is természetesen. A szeletelt mandulát és a kókuszreszeléket daráljuk le, érdemes a négyszeres erősségű édesítőt is hozzátenni és ledarálni vele együtt, mert jobban eloszlik benne, mivel ez nem meleg, könnyebben elolvad. Ha ledaráltuk a hozzávalókat és megolvasztottuk a vajat, akkor keverjük össze. A vajat mindig fokozatosan szoktam hozzáadni, de ezt általában mindig elmondom. Amikor már jó gyúrható állapotú, akkor hozzáadom a négyszeres erőségű édesítőt is, amit kávédarálóban ledaráltam. Itt érdemes megkóstolni, hogy elég édes-e, majd a masszát a tortaforma aljába simítom, és egy sütipecsét segítségével jól lenyomkodom. Ezután tegyük a hűtőbe. A krém hozzávalói 400 g bármilyen krémsajt, 400 ml sima tejszín, 200 ml kókusztejszín, az íze kedvéért itt a tejszíneknél az arányokat lehet változtatni, a kókusz és a sima tejszínnél, ki hogy szeretné, 150 g kókuszreszelék, 90 g cukor- és gluténmentes fehér csokoládé, 6 darab labzselatin, és négyszeres erősségi édesítőből olyan 15-20 g-nyi, de ezt mindenkinek az ízlésére bízom, ki milyen édesen szeretné, mert azért ez a fehér csoki is édes. Áztassuk be a labzselatinokat, a tejszínt pedig tegyük be a hűtőbe, hogy jól lehűljön, vagy akár pár pillanatra a fagyasztóba. A jól lehűtött tejszínt kezdjük el habbá verni. Adjunk hozzá egy kevés édesítőt már, mikor kezd habosodni, és így verjük tovább. Ezután a krémsajtot kezdjük el krémesre keverni, majd a felolvasztott fehér csokit keverjük hozzá, és így keverjük tovább. Ezután a kókusztejszín következik, ezt nem verjük fel, csak a hagyományos tejszínt, ezzel is jó alaposan keverjük el, és kezdjük el hozzá adagolni a kb. 70%-ra felvert tejszínt. Ha alaposan elkevertük az egész tejszínnel, akkor jöhet hozzá a kókuszreszelék, óvatosan forgassuk át, majd állítsuk be véglegesen az édességét. Én adtam hozzá, de ez opcionális 50 g szeletelt mandulát, nem a krémbe kevertem, hanem megpirítottam ezt száraz serpenyőben, egy picit így, ahogy látjátok, összetörtem, és majd egy rétegbe ezt a krém közé fogom tenni. Felpuhult labzselatinokat mikróban felolvasztottam, és hőkiegyenlítést végezve a krémhez kevertem. Ezután a krém felét körülbelül, tehát csak nagyjából, a lehűtött kekszes alapra kanalaztam, ezután rászórtam a pirított mandulát, majd a maradék krémet is rákanalaztam. Eloszlattam a tetejét egyenletesen, elsimítottam, majd egy éjszakára a hűtőbe tettem. De 6 óra hosszára minimum tegyétek be, hogy ne csak a krém megdermedjen, hanem az ízek is összeérjenek. A sütinyalóka hozzávalói 100 g teljes körülési cukormentes keksz, a szokásos kekszet használtam, 70 g kókuszreszelék, egy kevés krémsajt vagy kókuszkrém, tehát ha kókuszossal akarjátok, akkor ezt a kókuszkrémet ajánlom, pirított mandula, ami a szeletelt mandula megpirítva 30 g,
Tehát itt látjátok a kókuszkrémet, amit használtam, ebből 100 g-ot, de mondom, helyettesíthetitek sima krémsajttal is, tejszint egy picit majd lazítani használunk, kb. 5 evőkanálnyit, édesítő ízlés szerint, és a csoki, amiben majd be fogjuk vonni ezeket a kis sütinyalókákat, ez a cukor és gluténmentes csokoládé. Daráljuk le a pirított mandulát, a kekszet, és kezdjük el összeállítani. De ez szabadon választott, tehát tényleg ki milyen ízűt szeret, bármit lehet még hozzá keverni, ha valaki lekvárt, és ezt csak azért mutatom, mert ez a Raffaello ízvilághoz ez passzolt így. Hozzáadom a kókuszkrémet, és elkezdem tejszínnel lazítani. A videó alatti leírásba a pontos hozzávalókat meg fogjátok találni. Amikor gyúrható masszát kaptunk, ami egy picit legyen még ragacsos, akkor kezdjük el golyókká formálni. Én most nem egyforma golyókat készítettem, hanem különböző méretűeket, és hagytam ki egy kis masszát a kis szívecskékhez, és ilyen kis geometrikus szívecskéket készítettem. Először a szilikon formát kikentem két rétegben fehér csokival, úgyhogy az első réteg után betettem a hűtőbe, hogy kidermedjen, és utána kentem ki még egyszer egy adag csokival, olvasztott fehér csokival, ez az a cukor és gluténmentes csokoládé, amit láthattatok. Másodjára is kikentük, és ez is megdermet, akkor utána a maradék masszából kitöltjük ezt a kis csokival kikent kis formákat, jó alaposan belenyomkodjuk, picit legyen a széle lejjebb, mint a forma, hogy még a csoki, amivel beborítjuk a tetejét, az odaférjen, ezután betesszük ismét a hűtőbe. Közben folytatjuk a kis sütinyalókákkal. Most normál esetben ezt a sütinyalóka pálcát használom, de mivel kisebb-nagyobbak vannak, és a tortába fogom beleszurkálni, ezért én fogpiszkálót is használtam hozzá. Az a lényeg, hogy mindegyik pálcikának a végét először bemártjuk a csokiba, utána vele a sütinyalókába, amit előtte már jól lehűtöttünk, és visszatesszük a hűtőbe, hogy megdermedjen benne ez a kis pálcika, és így nem fog kicsúszni. Ezután csokiba mártva, én ezt tejcsokoládéval és fehér csokoládéval oldottam meg. Van, amikor tettem a fehér csokiba a tejcsokiból, és úgy mártottam meg, hogy ilyen kis márványos legyen, de ez tényleg, tehát a lehetőségek végtelenek, meg lehet pirított mandulában forgatni, kókuszreszelékben, csokit rácsorgatni utólag, tehát ez itt bármit, bármilyen díszítést, ezt már mindenkinek oda bízom. Ha megdermett a tortánk, kivesszük a tortaformából, vegyük le róla az acetátfóliát és a sütőpapírt. Amikor megdermedtek a kis szívecskék, ezt is kivettem a formából, egy pici olvasztott tejcsokival becsíkoztam, és megszórtam pirított mandulával. Ezután a kicsomagolt torta tetejét is becsíkoztam fehér és tejcsokival, majd pedig elkezdtem díszíteni a sütinyalókákkal. Szórtam még rá pirított mandulát, kókuszcsipszet, de tényleg mindenki, ahogy szeretné, már úgy díszítheti. Ezek a díszítések mindez a Raffaello ízvilág. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is. Nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, még több videóért. Nyomjátok meg a csengőt, hogy értesülhessetek a legújabb videó megjelenéséről. Kövessetek az Instagramon és a Facebookon is. Sziasztok!